A vízi vadfajokkal való gazdálkodást, illetve ezek vadászatának aktualitásait vette górcső alá idei konferenciáján az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága. Az elmúlt évek legszínvonalasabb, legösszefogottabb szakmai konferenciáját bonyolítottuk le. Szó volt itt a vízivadak állományváltozásáról, szó volt a vadászati lehetőségekről, szó volt az élőhelyről, szó volt a vadludak etológiájáról, tehát gyakorlatilag egy teljes képet kaptunk egy olyan témakörről, ami 20 éve nem szerepelt, de most ez ebből a szempontból teljesen mindegy, de sem a vadászok, sem a természetvédők, sem a agrárgazdálkodók látókörébe ilyen komplexen nem szerepelt. Nem akadémiai jellegű elméleti előadásokat hallottunk, hanem olyan gyakorlati szakemberek vezették fel az egyes témaköröket, akik ők ezt az életben, a valóságban kipróbálták, és azokat a tapasztalatokat osztották meg velünk. Az eseményen az Ős Dráva projekt is szóba került, melynek célja, hogy a Dráva folyó különböző hasznosítási lehetőségeit megvizsgálva az ormánság vízellátását javító vízkormányzási rendszert alakítson ki. A mi területünkön 918 darab tó található, ez a Somogy-Baranya terület, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól állunk ebben a vízvisszatartási problémákkal, de nem végeztünk, mi sem, és a kollégáim is nagyon sokat küzdenek azért, egyre több területen tudjuk megtartani a vizet, hiszen időjárás változásról beszélünk, és én ezzel mindig egy kicsit mosolygok, és nem is esik jól, hogy ilyet mondanak, mert az időjárás az több 10 millió év óta változik, azzal nincs baj. Azzal van baj, hogy mi ezt hogyan fogjuk viselni. Tehát a mi életünkkel van baj, és azzal kéne törődnünk, tehát a vizet a tájba kell tartani mindenképpen. A Dráva elég szeszélyes vízfolyássá vált az utóbbi időszakban, hiszen a hegyekben a hósapkák egyre kisebbek, úgyhogy nem lehet pontosan kiszámolni, csapadékból érkezik a vízmennyiség, ami érkezik. Most éppen a legkisebb vízhez vagyunk közel, de tavaly augusztusban, hasonló időszakban, akkor pedig a legnagyobb vizet mértük, a Dráván. Ez nagyon jól mutatja ezeket a szélsőségeket. Az, amit most mi csináltunk, ez úgy van kiépítve, hogy a legkisebb víznél is, ami a Drávában van, lehetséges az, hogy kiemelünk vizet a Dráva medréből. Ezt fölemeljük 8-10 méter magasságba, és a Drávával párhuzamosan 32 km hosszan vezetjük végig, és ebből a 32 km-es csatornából a Dráva irányába lefelé megtöltjük a morotfákat, megtöltjük a tavakat, és a helyi lakók, ez a 45 település, amit érint ez a beruházás, ott látják, hogy a kutakban ismét víz van. Terv, amit a mi mérnökeink megterveznek, annak működnie kell. És többségében, hiszen annyi fórumon megy keresztül ennek az ellenőrzése, hogy ezek a tervek, ezek helytállóak és meghozzák a hozzá fűzött eredményeket. Mi magunk is természetben élő és vadász emberek vagyunk. Ezek a beavatkozások, amiket most csinálunk, ezt mi épített tájnak hívjuk. Muszáj megjelenni óriási kotrógépekkel, bele kell avatkozni olyan vált területekbe, ami korábban más életközösségeknek volt a helye. De hogyha ezt az ember kommunikálja és látszik, hogy előre lehet vetíteni, mi lesz ebből, akkor általában megérti a helyi lakó is és a helyiek is. Ahhoz, hogy eredményeket tudjunk elérni, ahhoz közösségek kellenek, összefogás kell, együtt gondolkodás kell, kompromisszumkészség kell, és olyan elhivatott szakemberek, olyan közösséget szolgáló, elhivatott emberek, akik motorjai ezeknek a feladatoknak, rendszereknek, az eredmény részben, vagy talán még nagyobb részben ennek köszönhető.